Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadta Pócs János országgyűlési képviselő és Borbás Ferenc cégvezető Jászapátin. A kormány tagja a Rádió Szignés Kft. Új, 2. számú üzemcsarnokának átadójára érkezett a városba. A jászapáti vállalkozás immár 2 évtizede multinacionális cégek beszállítójaként dolgozik. Fejlesztési stratégiaként határozták meg, hogy a fémipari és műanyagipari gyártás területén átfogó megoldásokat tudjanak kínálni, kis- és középsorozatú, félkész- és késztermékek gyártóivá szeretnének válni. Fejlődésünket azonban rövid időre megtörte a COVID-19 járvány, de már itt is gyorsan tudtunk reagálni a helyzetre. 1-2 hét alatt átálltunk krízis termékek gyártására, online értékesítésre. A különleges helyzet kiélesítette a túlélési ösztöneinket. A cég minden dolgozója büszke volt arra, hogy a nehéz helyzetben is tudtunk értéket teremteni és bevételt termelni. Rugalmasságunk, életképességünk jelképei maradnak örökké ezek a hónapok. Közben pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Befektetési Ügynökség versenyképesség növelő támogatására. Megvásárolták a korábban bérelt 15.000 négyzetméteres ingatlant, ahová egy 1.000 négyzetméteres üzemcsarnokot, illetve egy 350 négyzetméteres irodát építettek. Beruházásuk értéke 650 millió forint, ebből közel 250 millió forint támogatást kaptak a kormánytól. Korszerű porfestő berendezést építenek, illetve modern fémipari gépeket, robotokat vásároltak. A kormány támogatásának és a családi vállalkozás hitének és akaratának köszönhetően ma egy nagyon komoly cégbirodalmat adhatunk itt, tehát Jászapáti központjában több mint 60 ember kap munkát. Mindannyiunk számára fontos, aki egy embernek munkát ad, aki 60 embernek munkát ad, az 60 családot tart el. Ez jelenti számunkra azt, hogy a jászság, Jászapáti is előre megy a jövőben. A képviselő hangsúlyozta, hogy korábban a megélhetés, a munkahelyteremtés volt a legfontosabb feladat a településen. Az elmúlt évtizedben mind az ipar területén, mind a mezőgazdaságban megvalósult fejlesztések e feladat megoldását vitték előbbre. Az elmúlt egy évtized, 12 év, az nem volt könnyű. Válságról válságra haladtunk gyakorlatilag, és az elmúlt 2 esztendő is tele volt kihívásokkal, hiszen a világjárvány próbára tette a világ valamennyi országát. A miniszter hozzátette, számos ország egészségügyi rendszere megroppant a kihívás súlya alatt, a járvány próbára tette az ellátórendszereket. Véleménye szerint kiszolgáltatottá válik az az ország, amelyik nem rendelkezik a probléma elhárításához szükséges képességekkel. Ezért aztán például az orvosi eszközök és az egészségügyi ellátó rendszer működéséhez szükséges eszközök megléte, nemzeti gyártási kapacitása, már a nem túlzás, hogy nemzetbiztonsági jelentőségű kérdéssé vált. Az egészségügyi beszerzésekkel tette hozzá, az ország működőképes maradt, majd az újraindítás is korábban történhetett meg. Úgy döntöttünk, hogy nem adjuk föl a gazdaságpolitikai alapvetéseinket, segélyhelyet munkát adunk az embereknek, nem a munkanélküliséget, hanem annak a megelőzését finanszírozzuk, így nem segélyekre, hanem beruházásokra adtunk pénzt. 1434 vállalat élt ezzel a lehetőséggel, 1700 milliárd forintnyi beruházás jött létre, és 270 ezer munkahelyet sikerült megmenteni. Jani, tartsad erősen! A szalagvágást követően a miniszternek és az országgyűlési képviselőnek a cégvezetője mutatta be az új üzemcsarnokot. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy megyénkben 48 beruházás indult el a jászapáti fejlesztéshez hasonló, összességében 14 milliárd forintos kormányzati támogatással. A cégek ebből 34 milliárd forint értékben valósítottak meg fejlesztéseket. Összességében, tudtuk meg a minisztertől, mindez 12.600 munkahely megőrzéséhez járult hozzá.